Start. Ebben a pillanatban elindult az elegánt Jenki díj mezőnye. Ugye két indulót, Explosive Power-t és Kreatint nélkülözzük, összesen 9-en álltak starthoz, és a legjobb startot a favorit Premal MS vette, mögötte ott van Corvo Baba bent a falon, mellette pedig Kentach Luxot láthatjuk versenyezni, majd Cash Game a következő lovunk, akinek párja Coach Day Day. Gyakorlatilag ez a öt ló elbúcsúzott a mezőnytől, elszakadtak a többiektől. A háttérben láthatjuk, hogy bizonyán elugrotta magát. Aki viszont itt jön nagyon komoly lendülettel, és fölérkezik a peloton mögé, az nem más, mint Lara Ryan, tehát ő is megérkezett, mögötte pedig ott van Diana Göll jelen pillanatban, amíg versenyben lévő lovak sorát, aki zárja, az Karina Fling. Most már azért lassan-lassan csak-csak tömbösödni látszik a csapat. Változás nincs a sorrend tekintetében, tehát Premal MS vezet, mögötte Corvo Babát láthatjuk, majd pedig Kentach Lux a következő ügetőnk, próbálja fokozni az iramotot Coach Day Day, most már ő az, aki tisztán a negyedik pozícióban tud versenyezni, mögötte Cash Game, aztán pedig Lara Ryan színei tűnnek föl. Nagyon jó tempót látszik diktálni egyébként a vezető ló Premal MS, hiszen nagyon szépen meghúzta az egész mezőnyt, akkor, amikor közelítenek az utolsó kanyarhoz, és gyakorlatilag nem igazán tud hozzá közelíteni senki. Premal MS vezet, mögötte Corvo Babát láthatjuk, minthogyha egy picikét fáradna Kentach Lux is, ő is megy visszafele. A hóna alatt viszont Coach Day Day-t hozza Goran Zolnai, és küzdelembe érhet majd a végelszámolás tekintetében, illetőleg Cash Game-nek is biztató a pozíciója, esetleg egy dobogós helyezés. Már bent vagyunk az utolsó 200 méteren, és azt láthatjuk, hogy Premal MS rendkívül magabiztosan jár elől, mögötte Corvo Baba, akit Coach Day Day próbál meg szorongatni, de hát nem igazán tudja, ő lesz végül a harmadik, és aztán érkezik Cash Game, de megnyerte a versenyt Premal MS, tehát 5-ös, 1-es, 8-as, 2-es, a nem hivatalos befutási sorrendünk, Premal MS Mitja Slavicsal.